Jó napot, jó szurkolást kívánok mindenkinek, így október első napján egy gyönyörű szép szombaton is egy gyönyörű hölgy ül velem már itt szembe, Kiszli Vanda lesz, akivel fogok beszélgetni az első óránkban, és hát a Vandától megkérdeztem, hogy kére valami zenét, és akkor hát az ő zenével nyitunk, és utána már folytatjuk akkor beszélgetéssel. Most mindjárt folytatjuk. Szurkoló! Minden szombaton délelőtt 9-től délig. Minden, ami sport, 3 órában, és mellé egy kis zene a Fortuna Rádióban. Szurkoló! Na hát akkor még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és természetesen itt a stúdióban, a Fortuna Rádió stúdiójában Kiszli Vandát. Nem tudom, soroljuk? Világbajnok, Európa bajnok, világbajnok, felnőtt második, ugye ez ami a legújabb. Jó, kicsit hangosabban, jó van, de bátran. Mint amikor kiabálsz, nem tudom kivel. Nem sűrűn kiabálsz. De mosolyogsz, azt nagyon tudsz. Bármikor látunk a tévében, vagy az utcán, mindig mosolyogsz. Jó, hát köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ez abból az apróból szám, mert én, ugye mi figyeljük, hogy ti mit műveltek itt a világba, nem csak te, hanem a versenyző társaid, akár a ifik, akár a juniorok, akár a felnőttek, hát hihetetlen, hogy milyen munkát végeztek. Ugye jöttök, mentek és állandó versenyeztek. Én úgy voltam vele, hogy addig nem nagyon akarok senkivel beszélgetni ebben a vizes sportággal, mondhatjuk vizesnek, mert az, hogy amíg úgy látszik, hogy vége nincs úgy a szezonnak, és hogy tudunk egy kis összefoglalót, és egy kicsit be tudlak téged mutatni. Jövő hétre is tervezek egy kajakost, akit bemutatnék. Még ő nem tudja, de én már tudom, hogy fogok vele beszélni. És tehát arra gondoltam, na és akkor veled kezdenénk, jó? Ja. Milyen volt az éved? Én nagyon meg vagyok elégedve ezzel az évvel. Szerintem felül teljesítettem azt, amit én elvártam volna. Amikor januárban, gondolom januárban kezdtek egy nagy alapozás, vagy decemberben, nem tudom mikor van a hát kezdés. Október. Októberben kezdtétek azt, hogy majd márciusban, ugye vízre, vagy elkezdjétek a versenyzést, igen, ugye? Akkor eldöntött, hogy akkor ma, vagy akkor már tudod, hogy körülbelül hova mész versenyezni? Igen, ezt már az alapozás elején átbeszéljük, hogy akkor most mire is fogunk készülni, uh-huh, és az alapján tervezzük meg az edzéseket. Tehát akkor megvannak, hogy körülbelül világbajnokság, Európa-bajnokság, országos bajnokság, bemutatkozom mondjuk már. A felnőtt például be volt tervezve? Amit... Igen, előre még nem tervezünk ennyire, tehát amikor de mennyi az egy 3-4 versenyre tudtok előre tervezni? Csak a válogatókra tervezünk. Ja, értem. Uh-huh. Hogyha onnét kijutok valahova, akkor lehet tovább tervezni. Értem. Tehát akkor mondjuk októberben elkezdtek tervezni, és akkor nekiálltok a munkának. Ehhez képest akkor most értékeljük ezt az évedet, a te belátásod. Mi szerintünk szuper volt. Igen, én is így gondolom igazából. Én 23-ban a dobogóra vártam magam, tehát az volt az elvárásom magammal szembe, hogyha kijutok Európa-bajnokságra vagy világbajnokságra, akkor mindenképp dobogóra szerettem volna állni. Felnőttbe pedig 1-6-ba bekerülni, amit hát sikerült is, mert második lettem, az benne van 1-6-ba, úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült. Volt esélyed ott az elsőre? Felnőttbe? Uh-huh. Nem. Nem. És a másodikra? Igen. Most így a verseny után már, tehát amit kihoztál magadból, igen, tehát ez benne volt, igen, a második. Jó. De voltál Afrikában is, ugye, ott is elmentél, és akkor gondoltad, hogy akkor őt az óceánba is nyomsz egy maratont, ugye? Nem, ott nem maraton volt. Vagy mi volt ott van? Szörszki verseny, uh-huh, viszont nem arra mentem ki, tehát ez ilyen meghívásos alapon volt, egy ilyen 2 hónapos edzőtábor, aminek a végén volt egy nagy verseny, a Dúzi, ami 3 napos verseny, és összesen 120 kilométer le egy folyón futószakaszokkal együtt. De ott is azt hiszem kiváló eredményt ért el, nem? Ott negyedikek lettünk felnőttbe, uh-huh, páros volt, igen. Páros. 23-ba pedig elsőként. Első. Mondjad, hát én tudom nagyjából, hogy mi van, de neked kéne mondani, hát büszke lehetsz erre. Mi is büszkék vagyunk ám rád. Köszönöm szépen. Meg hát végül is az összes paksi sportolóra, tök mindegy, hogy mit ért el, de most tényleg, most nem le, de aki már egy versenyre kijut, egy olimpiára, annak le a kalappal, a milyen kvalifikációs versenyek, meg
kvótaszerzés, meg minden van, tehát ez egy rémálom, nem? Tehát amikor kijut az ember egy víz, az már ilyen nevet, és hát már itt vagyok, akkor már... Hát nem annak... egyszerű, igen. Van, hogy kijutni nehezebb, mint ott dobogózni. Dobogózni. Így van. Most zenélünk egyet, jó? És utána beszélgetünk egy kicsit rólad. Tehát ne csak a kajakról, hogy kicsit megismertessünk téged a hallgatóinkkal. Jó? Kis Livanda a vendége. Szurkoló! Belefolytunk az anekdótázás, mint Vandával, akkor most folytassuk élőbe, jó? Na, Kis Livanda a vendégem, kajakos királylány jelölt. Mondhatom, remélem, hogy büszke lehetek egyszerűen, mert mondom, akkor fönnáll az olimpiai dobogó valamelyik fokán, és hát én a Vandával mennyit beszélgettem a Fortuna Rádióval, és már megismer az utcán is. Na, Vanda, mutatkozz be nekünk. Azt tudom, elmutatjuk a korodat? Ugye kiderítettük, hogy én akkor hagytam abba a kosárlabdát, amikor te születtél. Tehát ez összekor, innentől tudom, hogy 23 éves vagy. És hogyha ezután nem emlékszem majd, mert olyan öreg leszek, hogy én mikor hagytam abba a kosárlabdát, megnézem, hogy a Vanda, hogy mikor született, és akkor fogok emlékezni. Tehát 23 éves vagy. Paksi lány vagy, igen, ugye? Igen. Törzs gyökeres, igen, Paksi. Abszolút. Mesélj kicsit a családodról. Van két testvérem, egy bátyám és egy nővérem. Ők sportolnak? Bátyám rögbizik, igen. Rögbizik? Csak igen. Nem itt Szekszárdon? Nem. Intél Svájcban. Svájcban él? Igen. Uh-huh. Hivatásszerűen vagy ilyen hobbi szinten? Hát rögbizik. Hobbi szinten. Uh-huh. Hobbi szinten, igen. Igen, és a másik testvérem? Nővérem még pedig Németországban élnek. Az szétszor, akkor anyukádék azért. Úgyhogy csak én maradtam itt. Akkor kényeztetnek, akkor rendesen otthon. A szüleid, már amikor otthon vagyok. Amikor te is otthon vagy, igen. Szüleid? Kiszli József, apukám, igen. Ő kézilabda edző, ő sokáig kézilabdázott, uh-huh. Most edzősködik. De ő jött akkor a paksi kézilabda. Igen, nem régen alapították ezt, igen, az egyesületet. Igen, és ott edzősködik. Anyukám pedig az erőműben dolgozik. Most már nem sportol. Régen tornázott. Uh-huh. Igen. Jó kis sportos család vagytok ti. Igen. A szüleid azért átkozzák magukat, amikor levittek benneteket a pályára, vagy a víz mellé, mert nem látnak benneteket. Tehát fölneveltek egy darabig, hogy 11 évesen kezdtél el kajakozni, ugye? Igen. Jól láttam. És akkor gondolom, hogy bátyád is, nőred is, az mindenki sportot, és akkor kirebbentetek a háztól. Hát igen, de ők ezt szeretik, hogy mi ilyen mozgás. Hát mozgásos. Gondolom, büszkék rátok. Igen, igen. Jönnek mindig versenyekre, szurkolnak, uh-huh. Úgyhogy... Jó, 11 évesen elkezdted. Ez volt az első sportágad, vagy azért próbálkoztál, hogy 11 évesen előtte, nem tudom, volt sport, ritmikus sportgimnasztika, ugye judo, ami kosárlabda, hát azért van itt egy-két sportág Pakson. Iskolai szinten sportoltam, tehát a suliba röplabdáztam, atletizáltam, úsztam, de komolyabban semmit nem csináltam, uh-huh. És én 11 évesen mondtam, hogy én valamit komolyabban szeretnék sportolni, tehát valamit, amit rendesen minden nap lejárok, és akkor edzhetek valamit, és anyukám talált egy hirdetést a kajakkenúról, illetve volt még egy másik is, a ritmikus gimnasztika, ami hozzám annyira nem állt közel, meg még most se érzem, hogy annyira közel állnánk egymáshoz, és én a kajakkenut választottam. De milyen jó döntést hoztál. Ki volt az első, vagy amikor lementél az első, nem tudom mi volt, mert ugye ti úszásra kezdtek, ugye úgy van, hogy a kajakosok, kenusok ugye hirdetik, hogy úszás, oktatás szeptembertől, fölkészülés a kajakra. Tudtál úszni különben, amikor már jelentkeztél? Igen, igen. Tehát ilyen előnyöd meg volt. Ki volt az első edző, vagy azóta is a tréner, nem tudom, hogy... Első edzőm Gutai Dániel volt. Igen. Most pedig Metzger Andrásnál vagyok. Jó, tehát lementél az első, elkezdtetek úszni. Én összekezdtem el ezt a kajakozós dolgot, úgyhogy igen, akkor már ugye nem evezünk, tehát ilyen október-november körül. Úgyhogy én abszolút úszással kezdtem. Tehát aki nyáron kezdi, az nyilván nem úszással kezdi, mert az már mehet vízre, hogyha tud úszni. Azért mentem mellénybe, de fő a biztonság. Ugye én ősszel kezdtem úszással, és akkor így a téli alapozással betekintést kaphattam, hogy milyen is ez a kajakkenus dolog. Már nem az evezős részét, hanem a téli alapozós részét. Az nem...
Én, mint kosárlabdázó, azt mondom, hogy én, amikor kisgyerekekkel volt, hogy foglalkoztam, akkor úgy volt, hogy én mindenféle ilyen játékos gyakorlatokat csináltam velük, hogy megszeretessem ugye a labdát, magába a kosárlabdát egy kicsit, hogy egyáltalán van-e hozzá tehetség, hogy lemérni, meg úgy, de nálatok azért, mint bedoblak a vízbe, úszál, nem tudom, 50 host, édes lányom vagy édes fiam, utána menjél a konditerembe, aztán szárazon evezzél, fogd meg az evezőt, és ott a medencébe evezgessél. Tehát nem annyira színes. Igen, ez a téli alapozás engem egyáltalán nem fogott meg. De hogy fog meg egy kis gyereket? Te most már azért láttál engem abszolút nem fogott meg, tehát én a tél vége fele már mondtam, hogy nekem ebből az egy kicsit elegem van, tehát én már kajakozni szeretnék, mert nem úszni meg futni jöttem én ide le. Akkor abba is akartam hagyni, és akkor a testnevelő tanárom beszélt rá, hogy várjam meg, amíg vízre szállunk legalább egy-két hetet. Nevesítjük az erőket. Kalász Miklós. Igen. Hát ő mondta, hogy nem lenne így jó, hogy így most végigcsináltam a telet, és akkor most hagynám abba, úgyhogy még nem is kajakoztam. Igen, tehát megsütötted a tortát, de nem kóstolod meg, ugye? Úgyhogy hát az ő tanácsára, meg nyilván a szüleim is buzdítottak, hogy nem kéne abba hagyni. Akkor megvártam a tavaszt, hogy vízre szállhassunk, és hát akkor már abszolút oda ragadtam. Én nem akartam eljönni, nagyon megtetszett. Tehát megtetszett. Igen. A környezet, a barátok, vagy egyből magába a víz, a csónak, vagy hogy hívják, kajakot? Először a társaság, nagyon-nagyon jó társaság volt lent. De volt és van, gondolom. Volt és van, most is, igen. Már cserélődött egy kicsit, de még mindig abszolút jó a társaság. De magát, azt, hogy kint lehetek, hogy vízen lehetek egész, úgymond egész nap, ez nagyon tetszik, nagyon szeretem. Én érdekes, mindig beszélgetünk vízisportolókkal, mindig azt mondjuk, hogy szeretünk, hogy kint vagyunk, hogy a vízen vagyunk, hogy hát ez ugye nem figyelem. Lehet így elmondani ezt, igen, az érzést. Én megyek én a Duna mellett, ugye ez a hatoson. Nem úgy, amikor sétálunk az utcán, vagy például a Dunaparton, ez nem olyan. És megyek a Duna, és látom, hogy nyomjátok a Dunán, ugye ott a túloldalon, nem ezen az oldalon, hanem a másik oldalon, igen. Főleg. Meg akkor látom itt az Imrét, ugye a Fejl Imrét, amikor a gyerekekkel itt a kikötőnél, itt a bárkánál, ugye elsőre teszik föl a hajót, ugye mellényekbe, ezek a fiatal gyerekek elkezdik nyomni, és fölfele, és azért ára a szembe, és csodálkozom, hogy ezt úgy élvezitek, hogy... Ezt szerintem nem lehet megújni. Uh-huh. Jó, oké, hát én is imádom a kosárlabdát 40 éve, de elárulok egy nagy titkot, képzeld, én Cseppelen régen kajakoztam az úttörő. Tudod, mi az, hogy úttörő? Hallottál róla? Igen, igen. Ugye ilyen úttörő táborok voltak, és akkor nyáron oda lehetett menni, és ingyen kérhették kenút, kajakot egy ilyen telepen, és akkor mi a Molnár-sziget, ha neked ez mondja, Kisduna, Molnár-sziget, mondom arra azért, igen, már csak voltál, nem? Szabad kikötő, tudod, ott a Nagy Duna meg a Kis Duna zár, és akkor ott edzenek ugye a cseppeliek. Igen. Ugye nem messze tőle. És én is ott kajakozgattam, de ez úgy volt, hogy elsőre belögtek a vízbe, és éjjel-nappal borultam. Tehát jött egy bácsi, és mondta, na jó, fiaim, tegyétek le az evezőt. Csak azért mondom ezt neked, hogy majd bólogass, hogy tátok is így volt. Tedd le az evezőt, fog meg a peremét a kis kajakodnak, és belökött a... És amire, ugye akkor már nem borultam föl, és mire kivéckéltem, addigra már többet nem borultam, csak akkor, amikor akartam. De érdekes, nem tudom, nálad is valami hasonló volt? Vagy azért egyből a Nyílt Dunán vagytok, vagy elmentek Fadra? Nem, egyből a Dunán kezdünk, de akik lejönnek először evezni, azok a stég és a part között, csak ilyen előre-hátra, ilyen kis, nagyon laza. És ugyanígy kezdenek, mint ahogy én most meséltem, hogy evező nélkül úgy... Hát először csak igen, kicsit stabilizálják magukat a hajóba, igen, és akkor utána egy kis evezgetés szépen lassan, és akkor egy-két hét után kerülnek ki, tehát akkor úgy már kimehetnek a Nagy Dunára is. És akkor voltál már 12 éves, ugye, amikor már aktívan nyomtad a kajakot, igen. Vagy húztad? Mit mondtok ilyenkor? Evesztem. Evesztetek. Jó, akkor most jönnek is Kelemen Kavátban. Folytatjuk innen, jó? Rendben. Kiszli Vandával beszélgetek. Szurkoló! Egy gyönyörű mosolygos hölgyel ülök vele szembe. Kiszli Vandának hívják, aki egy kiváló kajakos. És hát folytassuk a beszélgetést. Ott hagytuk abba, hogy körülbelül már 12 éves vagy, és most már aktív kajakos lettél. Egyből egyes voltál, vagy páros, vagy ez ilyenkor hogy megy nálatok? Vagy hogy volt ez a kiválasztás, hogy
hogy most te mondj különben egyes vagy, ugye? Igen, egyes igen, vagy, igen, ugye? Igen. Néha, nem tudom, hobbiból, vagy van szabad, hogy beülsz valaki mellé, és nyertek egy érmet. Nem. Hogy van ez a kiválasztás? Vagy egyből te tudtad, hogy te egyedül vagy, a habitusodból alakult, úgyhogy te egyedül szeretsz vagy? Hát először mindenki egyedül kezdi uh-huh. ezt a kajakozós dolgot. Van, hogy edzésen is megyünk párost. Nyilván, ha van olyan edzőpartner, aki korban, uh-huh. ugyanaz a korosztály, akkor lehet párost is menni, versenyekre készülni. Nekem is volt régen párom, Fenyvesi Réka, vele mentünk párost. Aztán, amikor ő abba hagyta, akkor nyilván egyedül maradtam, így az egyesületbe, a korosztályomba, de másik egyesületekből én mentem párosokat, uh-huh. tehát úgy is voltam versenyeken. Jó. Csak egy kicsit szakmáztunk is. Ilyen csapongunk, jó? Na, térjünk vissza hozzád iskolában. Melyik iskolában jártál itt? Pakson, általános? A Baloganta. Balogantában? És ott is érettségiztél? Igen, igen. Uh-huh. Tehát akkor ott végigíted a... Igen. Jó, akkor képed azért kim van? Remélem, hogy... Nem, hát majd mindjárt reméljük, pótoltatjuk valakit, följövünk, hát ilyen szégyen. És iskola után folyamatosan versenyeztél. Suli, hogy megy a kettő? Ugye most is tanulsz, egyetemre jársz, hogy tudod ezt a intenzitást, tehát ezt a összeegyeztetni? Középiskolába még csinálható volt ez a dolog, tehát abszolút lehetett az edzések, vagyis az iskola mellett edzéseket csinálni délelőtt, délután, de egyetem mellett, ha levelezőn vagyok, akkor ez rendesen megy ugyanúgy, mintha középiskolás lennék, tehát rendesen igen. lehet csinálni, viszont én eddig nappali tagozatos voltam az egyetemen, és hát iszonyat nehéz volt összeegyeztetni. Gondolom. Tehát az, hogy reggel 8-tól este 6-ig benn vagyok a suliba, és utána még edzek, meg előtte is, az elég kimerítő, és akkor még tanuljak az éhákra, uh-huh. és akkor váltottam levelező szakra. Uh-huh. Jó, tehát nehéz. Hát ez elfogadható. Hát ilyen szinten én nem lehet. Azért vagyunk amatőr, vannak az amatőrök, vannak a profi sportolók. Amikor nem beszélgetünk a Vannára, valaki elárulja a titkot, egyből a telefonhoz nyúl, mert megbeszéltük, hogy mi közben nagyon nem beszélgetünk, mert akkor elbeszélgetjük a műsort. Milyen üzenetek jönnek? Mondjál már valamit, mert mondod, hogy ügyet gondolom a többiek hallgatják. Igen, igen, a rokonai. Na, valamit azért olvasd már föl nekünk. Legalább csak egyet, név nélkül. Vanda. Csak megdicsértek, hogy jól beszélek. Jól beszélsz. És engem nem dicsérnek? Mindjárt megnézem. De pont most írták. Hát aranyos vagy. Nagyon jó műsorvezető. Ja, igen. Főleg milyen jóképű, mi így a rágyon keresztül. Na, Vanda, abba hagytad a középiskolát, elkezdted egyetem, tanulsz, és ugye egyre magasabb szintre jutottál el, mint versenyző. Ugye jöttek az eredményeid, gondolom olimpia, úttörő olimpia, vagy nem, diák olimpia, most már nem úttörő, mindig ez az úttörőség. Diák olimpia, aztán serdülő, ifjúsági, junior, és most már itt vagy a kapuba, ugye a felnőtt, mert ugye ez volt az utolsó éved a 23-ba. Példaképed így kit mondanál, mondjuk magyar szinten? Csaj Renáta. Oké, ő az, aki a Facebook oldalon nyilatkozik rólad, és én még nem hallgattam meg, de majd lehet, hogy mindjárt meghallgatjuk a szünetbe. És nagyon jókat mond rólad? Igen, nagyon aranyosan nyilatkozott. Uh-huh. Ő kicsoda? Mutassuk be. Ő egy 18-szoros világbajnok, maratoni kajakos, győri származású. És ő a példaképed. Igen, igen. Az, hogy te maratonista lettél, ez a te döntésed, vagy egy közös döntés, vagy egy edzői döntés? Ez így alakult igazából. Síkvizen nem sikerült olyan eredményeket elérnem, amiket így maratonba. És hát így aztán... Ez a adottságaitól függ? Tehát a magasság, a test... Ilyesmi? Ez nem. Ez izomzat függő igazándiból. Uh-huh. A rövidtávú versenyzők, mert akkor te inkább ilyen hosszú távú versenyző vagy, ugye? Igen, igen. Azok magasabbak, vagy más a fizikumuk. Azért de most nem hozzám kell mérned magad, de egy alacsony vagy, tehát nem vagy az a
180 centis... Ez igazándiból nem függ össze, hogy ki mekkora... Már például van Pup Noémi, az edzőstársam, síkvízen nagyon jó versenyző, maratonon is nagyon jó, mert most nyert IFIB-be világbajnoki címet ő is, illetve síkvízen is nyert idén világbajnoki címet, négyesbe, 500 méteren, úgyhogy, de ő neki abszolút fekszik ez a síkvizes dolog, tehát, de a testi adottságaink azok nagyjából egyformák. Jó, azért, akik nem tudja, azért mondjuk mi az, hogy síkvíz, és mi az, hogy a... A síkvíz az a rövid táv. A rövid táv? Igen. És akkor van a maratoni. Igen, igen. Tehát ez a két lehetőség. És a maratoniban is van több táv, ugye? Nem. Nem? Hát ott úgy van, hogy a felnőtteknek van külön, nekik van hosszabb, az ifiknek van kicsit rövidebb, illetve a férfiaknál is úgy van, hogy a férfiaknak több. Oké. Térjünk vissza egy kicsit hozzád, jó? Mindig elmenjünk egy kicsit kajakozni, de csak azért olyat mondasz, amit nem biztos, hogy én tudok, vagy esetleg a hallgatók se tudják. Szoktál-e más sportot űzni ezen kívül? Ha van időd. Tehát kikapcsolódásképpen, tehát arra gondolok, hogy most nem tudom, lábteniszezni, vagy tollaslabdázni, tehát ami... Hát ha számít, hogy biciklivel járok általában edzésre, akkor sokat igen. Számít, igen. De amúgy nem igazán van erre időm. Most, hogy van pihenőm, most elmentem kipróbálni a jogát, ami nagyon-nagyon megtetszett. Hogyha az edzéseim úgy engedik, akkor ezt még szeretném folytatni mellette is, mert nagyon jól kikapcsol, abszolút lelazít ez a joga dolog. Bocsáss, még nem tudják sokan, hogy erősít is, tehát nem csak lélekben, hanem fizikailag igen, is. Igen, igen, fizikailag. Hogyha ezt összetudom egyeztetni az edzésekkel, akkor ezt úgy folytatnám, de amúgy nem igazán van másra időm. Jó, belevágunk, hogy ezt a pasikka? Mindjárt jön egy üzenet, hogy cserél le a műsorvezetőt. Hát azért te 23 éves gyönyörű kislány vagy. Nekem kislány, bocsáss meg, nem akartalak. Te gyönyörű hölgy vagy, fiatal, sikeres. Hát gondolom, hogy csapkodod le az evezővel magadról embereket. Hát nem. Igazándiból elég nehéz ezt így megérteni, vagy megértetni a... úgymond civil emberekkel, akik nem élsportolók, vagy sportolók, hogy milyen életvitelem van, és nagyon nehéz ehhez alkalmazkodni. De ez azt jelenti, hogy nem kajakostok az magad mellett látni majd. Ilyet nem mondtam. De hát mint szerintem sportolónak sportoló a párja, mert más ezt nem tudja hát, elfogni. Akkor elárulok neked nagy titkot, nem hallja senki, csak mi ketten. Jó? Tehát az én feleségem semmit nem sportol. Nem tud úszni, nem tud kerékpározni, otthon ülő, nagyon jó főző, nagyon, 34 éve vagyunk együtt. Tehát nem biztos, hogy igazad van. Nem biztos, nem tudom. Most egyelőre nincs senki, de... Fiúk, nincs senki. Mindjárt bezárom a, azért nehogy itt a tömeget megfogjuk, jó? Na, hogy állsz a bulizással, hogyha van időd? Csak van azért valamennyi idő, nem? Hát versenyszezőnkban... Táncolni szeretsz? Én szeretek nagyon, igen. Tudsz is? Azt mondják. Na, szuper. Nagyon szeretek. Versenyszezonban abszolút nem járok sehova bulizni, ilyenkor... Hát de várjál, a versenyszezon márciustól október elejéig van versenyszezon. Igen, igen. Hát tehát akkor semmi. Akkor semmi. Nagyszerű. Hát lehet, hogy ezért vagy ilyen sikeres, ezeket betartod. Hát lehet. Lehet. Na igen, de igen, buli. De amúgy se vagyok ez a nagy bulizós típus, tehát évente 2-3 ilyen szülinapokra szoktam menni. Nyilván azokat nem hagyom ki. Van-e hobbid? Ami még mondjuk elfoglaltságod alatt bármi. A kajakozás. Szeretek olvasni. Olvasni. Igen. De nem így, ugye nem üzeneteket, hanem rendes könyvet. Könyvet, igen. Hallhattánk erről, hogy kedvenc könyvet például, vagy írót? Hát én a romantikus regényeket szeretem. Fiúk, egyedül lévő sikeres csaj, és romantikus könyveket szereti. Ha már az életemben nincs romantika, akkor majd lesz, eljön könyvet. Eljön az majd. Jó, most megint adunk egy kis szünetet neked is, és a hallgatóinknak is, aztán reklám után jövünk vissza. Szurkoljunk Kovács Gáborral reggel 9-től délig. 9 óra 48 perc van, és sajnos el kell köszönnünk lassan, mert véget ér ez az óra. A beszélgetés órám
Hiszti Vandával, aki a vendégem, és el fogom mondani, hogy junior világbajnok, Európa bajnok, junior, nem, felnőtt VB második helyzet, ugye? Yeah. Maratonin. És hát egy nagyon szép mosolygos lányal és barátságos lányal vagyok itt a kis stúdiónkba. Na, jövő. Mi újság a jövővel? Hogy képzeled ezt a... Ugye most már felnőttbe fogsz indulni. Igen. Mik a kilátásod? Ugye sikeresen beléptél a küszöbön, gondolom szeretnél tartani ezt a szintet. Mennyire érzed tarthatónak? Elég nehéz lesz. Először is kvalifikálnom kell magam a világversenyekre, ami már nem egyszerű feladat, illetve a világversenyeken dobogózni. Az pedig... A maratoni ágon, ahol te versenyzesz, ott a konkurenciát, hogy így mondjam, azok a versenytársaid, hányan vagytok, aki azonos szinten, vagy egy picit magasabb szinten van még, mint te? Tehát hány lány, aki 10 vagy 8, hát aki meg kell mindig körül, majd küzdened? 10 körül vagyunk azért. 10? Uh-huh. Uh-huh. És ők mind budapesti, vagy szegediek, tehát vegyes a képe? Vegyes, abszolút. Győr, Pest, uh-huh. Minden honnit, igazándiból. Értem. Mit vársz magadtól jövőre? Mit szeretnél? Hát nem vársz, az egy másik. Mit szeretnél inkább, azt mondom, azt kérdezem. Szeretnék először is kijutni világversenyekre, illetve ott dobogózni, megtartani az idei eredményeimet hasonlóképpen. Mi fejlődő, ugye, mert most olyan érdekes, hogy átléptél egy küszöböt, idézőjelbe, ugye, és elég sikeresen. Miben tudsz még fejlődni? Nem tudom, technikában lehet még fejlődni, fizikailag lehet még fejlődni? Vagy ez már most már inkább a rutin lesz, amivel előre tudsz haladni? Hát hogy, még azért van mit fejlődni, de a rutin is sokat számít. Igazándiból most kíváncsi leszek, hogy úgy mire leszek képes, hogy előző nap nem mentem már egy 23-as számot, mert eddig úgy volt, hogy pénteken leversenyeztem 23-ba, az 23 kilométer, és másnap jött a felnőtt, ami 26. Uh-huh. Tehát most ugye ez már nem lesz jövőre, hogy... Tehát akkor bele tudsz adni ide akár maximálisan mindent. Igen. Itt azért gondolom spóroltál. Lehet, vagy... nem lesz fáradtság. Habár nem tudtál spórolni, mert azért gondolom, az ifire mentél rá inkább, tehát a juniorra, ugye? 23, junior vagy ifi? 23. 23. Igen. Az milyen, milyenek hívják? 23-nak? 23. Jó, mert én mindig kosárlabda, ugye ifi, meg junior, meg te. Bocsánatot kérek. Jó, fejlődni, és akkor ez azt jelenti, hogy még fizikailag is fejlődsz, de az úgy, hogy mondjuk még magadra tesznek 5 kilót, és azt izom már képzitek, vagy izom már fejlesztetitek, nem? Nem, hát... Vagy most eddig futottál 15 kilométert, most a 17-et fogsz, vagy még gyorsabban a pulzus számot emelsz? Hát egy kicsit mesélj nekünk, hogy ezt hogy tudjátok, vagy hogy gondoljátok? Hát igazán, ez az edzőm feladata, úgyhogy én... Hát jó, de hát gondolom átbeszélitek, hát 23 éve, 10 valány éve versenyzesz, tehát... Hát igen, nem tudom. Nem tudod. Kedves edző bácsi, akkor szeretnénk erről majd hallani, hogy a Vanda, vagy esetleg, aki így eléri a fel, de akkor majd lesz itt egy Bedecs Feri, remélem sokára őt is be tudom csalni, meg van bele beszélve, de majd megvárjuk, amikor úgy nagyjából vége van a ti idei éveteknek, egy kis pihenőt kaptok, és akkor majd vele is beszélgetni. Na, pihenő, zárásként kapta 3 hét kemény pihenőt, mivel igen. Töltöd a pihenődet? Most a héten abszolút magammal, mármint hogy csak így magamba voltam egyedül otthon, abszolút pihenéssel töltöttem, semmi mozgás. Jövő héten megyek ki a nővéremékhez Németországba, tehát náluk fogok nyaralni. Uh-huh. Onnét valószínűleg átmegyek majd a bátyámat meglátogatni, igen. És amikor hazajöttem, hát akkor szerintem lassan nekiállok így egyet-kettőt edzegetni, és akkor, hogy könnyebb legyen kicsit visszaszokni a uh-huh. minden napot. Ilyenkor azért teljesen nem áll le minden, ugye? Nem. Vagy azért nem lesz akkor izomlázat 3 hét után. Vagy hát, leállsz annyira? Leállnak az izmaid? Igen. Uh-huh. Mm. Az a legrosszabb, nem izomfájás, meg a kezdés. Hát, az nem a kedvencem, ugye, nem a kedvencem, de legalább érzem akkor, hogy vannak izmai. Igen, de szerintem így ránézésre nincs ebben probléma.
Hát Vanda, én nem tudok más mondani, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál ide, a kis szabad idődet ránk áldoztad egy órába, de szerintem a hallgatóink örülnek, hogy végre így is. Már esetleg máshogy is megismertek téged, remélem sikerült bemutatni egy kicsit a mosolyogosabb arcodat. Nem azért, mert nem vagy az, mondjuk versenyzés közben, csak hát ugye a kajakosok mindig edzünk, meg 20 kilométer, meg ennyit futunk, meg annyit, egy kicsit téged is megismerni, hogy esetleg milyen vagy magánéletben. Köszönöm szépen, további jó pihenés neked, és akkor remélem, hogy rövidesen majd megint beszélgetünk, és a sikerekről, alapozásról. Jó? Köszönöm szépen. Én köszönöm.